Dombóvár város önkormányzatának egy tavalyi döntése tette lehetővé, hogy a közkedvelt téli sport a korcsolyázás szerelmeseinek ne kelljen elhagyni a települést, ha hódolni szeretnének a sportnak. Tavaly, amikor a testület úgy döntött, hogy megnyitjuk december 1-jével ezt a pályát, illetve hát novemberben advent első vasárnapján, akkor már 2 hónapra béreltük, és egész januárban itt fog maradni. Örömteli az a hír, hogy advent környékén kimagaslan sokan látogatták. Napjainkban délelőtt még az iskolások teltházzal vannak, este sajnos kicsit már gyengébb az érdeklődés, de remélem, hogy megjön a hideg idő, és újból a családok itt fogják tölteni az estét. Nagyon fontos, hogy megnéztük a decemberi számokat, és közel 3000 ember vette igénybe ezt a szolgáltatást. Ebből délelőtt 9-től 2-ig 2000 iskolás volt, hiszen a dombóvári iskolák ingyen térítésmentesen használhatják ezt. Aminek nagyon örülök, hogy a járás összes településéről hoztak be nebulókat, és a járás minden gyereke kipróbált ezt a jégtárát, mint most a háttérben is látszik, éppen mögöttem, hogy törják, zúzzák magukat, de azt gondolom, hogy jövőre, illetve hát az idén, már adventkor már mindenkinek sokkal jobban fog menni, és gyakorlott korcsolyások lesznek. Szeretnénk volna valami olyasmit kipróbálni, még soha nem volt Dombóváron, és közösséget vonz és formál. Ez a műjégpálya, vagy jégpálya, ez egy nagyon jó döntésnek bizonyult, hiszen körülötte karácsonyi vásárban soha nem látott embertől megfordult meg. És azt gondolom, hogy ami számukra nagyon fontos, és az ország szempontjából is, hogy a családokat hívtok ide, és itt családok jelentek meg, és a családokba beléptem a nagyszülőket is, hiszen ez a karácsonyi vásár idén első évben kortalan volt, a legkisebbtől a legnagyobbig, a legfiatalabbig, a legölebbig, mindenki jól érezte magát, és mindenkinek igyekeztünk megfelelő programot is kitalálni. A műjégpálya a hét minden napján várja mindazokat, akik szívesen húznak korcsolyát a lábukra. Sajnos én nem próbáltam ki, ennek technikai okai vannak, 19-ben volt egy súlyos sérülés, nem is azóta óvatosan mozgok, és szeretném azt elkerülni, és azt mondom, hogy én már tudok ez nélkül élni. Ez egy olyan jó sikerült kezemés, amit nem szabad abba hagyni, és a számok, az előbb elmondtam, alátámasztják, a más nem is Dombóváron jégpályát kell építeni. A téli sport kipróbálásának lehetőségét megragadták a dombóvári és a környékbeli iskolák egyaránt. Rendkívül jó kezdeményezés volt ez az önkormányzattól, és mi a Magyar Máté Szeretett Szolgálat Eszterházi Technikumában nagyon jól ki tudtuk használni ezt a lehetőséget. Szinte minden osztály és osztályfőnök át tudott jönni kipróbálni a pályát legalább egyszer. Alapban büszkék vagyunk arra, hogy nagyon jó kapcsolat állunk a tanárok és a diákok között, elég közvetlen, és ez tovább mélyítette az, hogy a tanárok és a diákok együtt tudtak totyogni, csúszkálni, alkalmanként esni kellni. Persze voltak, akik nagyon profin nyomták már. A kollégiumi nevelőink is ki tudták használni a lehetőséget, és külön program keretén belül áthozták a kollégistákat egy kicsit csúszkálni, illetve a testnevelő tanárok is rendkívül testi órát tarthattak itt, ahol a diákok kicsit kipróbálhatták magukat másképp. Ami még jó, hogy nagyon sok gyereknek nem volt korábban lehetősége kipróbálni a jégkorcsolyapályát, nem tudtak elmenni Kaposvárra vagy egyéb okokból, úgyhogy nagyon jó lehetőség volt ebből a szempontból is. A szülők is külön örültek neki, és nagyon bízunk abban, hogy a jövőben az önkormányzat és a városvezetés hasonló programokkal készül, és gondol majd a fiatalokra. Úgyhogy az én saját diákjaim tanítottak engem, hogy kell csúszni. Aki azt mondják, hogy akinek volt egy kis korábbi tapasztalat a görkorcsolyával, annak sokkal könnyebb. Szerintem alapban az élmény volt, hogy átjöttünk, és egy kicsit a tanóráktól kiszakadva más lehetőségek voltak, és annyira nem kellett visszasietni, utána be tudtunk ülni ide egy a kávézóba, egy teára vagy egy kávéra. Úgy érzem, mindenki, aki részt tudott venni ezen a tanórán kívüli programban, az jól érezte magát. A dombóvári Hunyadi téren felállított műjégpálya még január végéig várja a korizni vágyokat a hét minden napján.